Itt van velünk Smuk Erzsébet, kezét csokolom, jó reggelt kívánok. Nézzük akkor ezt a mellbevágó hírt, és kezdjük ezzel is, ne pártpolitikával. Én kiírtam, utaztatott szennyvíz iszap tekintetében Németország az első, 192 tonnával Európában. 83 ezer tonnával, bocsánat, Magyarország a második, és Franciaország messze lemaradva, 25 ezer tonnával a harmadik, és most, mint kiderült, nem csak a horvátok, hanem a szlovének is hozzánk hozzák a szennyvíz iszapot. Miért? Először is jó reggelt kívánok! Ez egyenes következménye annak, hogy Magyarországon a környezetvédelem intézményrendszerét a kormány az teljesen szétverte, legyengítette a környezetvédelmi hatóságokat is, tehát nincsen megfelelően szigorú környezetvédelmi szabályozás, ezt 2010-től folyamatosan tette a kormány. Ezzel a szennyvíziszappal egyesek, kevesek nagyon jól jártak, tehát hatalmas haszonra tettek szert, de környezetileg, környezetvédelem szempontjából ez egy hibás engedély, nem lett volna szabad az engedélyt megadni, hogy a szennyvíziszapot ide hozzák. Ugye a magyar kormányt, én azt hiszem, hogy szakmai alapon, környezetvédelmi szempontokban nagyon sok minden miatt lehet valóban bírálni, akár a klímavédelmi egyezményeknek a felrúgása, illetve alánemírása miatt, de most úgy tűnik, hogy egyébként részben ezt a témát, amelyet az ellenzék nagyon sokat hangoztatott már, a szennyvíziszap problémáját, ebben egy határozottat lépnek, hiszen Gulyás Gergely azt mondta, hogy a magyar kormány a környezetvédelem oldalán áll, más szennyeséből nem kér, ezért a jövőben nem fogják engedélyezni külföldi szennyvíziszap behozatalát. Ez örvendetes, hogy a jövőben nem fogják engedélyezni, de a kérdés az, hogy miért engedélyezték. Tehát rengeteg szennyvíziszapot idehoztak, amikor tudjuk azt, hogy a szennyvíziszapnak nincs ma még megfelelő elhelyezési vagy kezelési módja, hiszen a szennyvíziszapban nagyon sok nehézfém, mérgező anyag, szteroidok, hormonok koncentrálódnak, és idehozták Magyarországra, ráadásul Magyarországon is elég sok szennyvíziszap termelődik. Mióta egyébként, tehát mióta álltak ezek a csontvázak ott abban a bizonyos szekrényben? Tehát nem olyan régen történt a Horvátország és a Szlovéniából történő idehozatal. Hát biztosan voltak nagyon ügyes pénzemberek, akik azt gondolták, hogy ezzel nagy haszonra lehet szert tenni, és elintézték valahogyan, hogy megkapták az engedélyt. Melyik az a kormány, nem Magyarországon, bárhol máshol a világon, amelynek érdeke az, hogy a saját országának a földjét ilyen mértékben szennyezze, hogy büdössé tegyen mondjuk egy várost, mert ez gyakorlatilag pillanatokon belül kiderül. Hát érződik, lakossági bejelentések vannak, egy város szagolja például a horvát és a szlovén szennyvizet. Itt azért persze sokkal többről van szó, most feltesszük a kérdést a szennyvíziszapnál, de kérdezem azt, hogy melyik országnak az az érdeke, hogy mondjuk tönkretegye a biológiai sokféleséget, hogy elszennyezze a környezetet. Tehát itt vannak rövidtávú érdekek, vannak gazdasági érdekek, vannak ugye oligarha érdekek, akik profitra akarnak szert tenni, és azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a kormányok a multinacionális cégeknek a markában vannak, és megadják akkor is az engedélyt, amikor az emberek érdekei ellen cselekszenek. Önök miben bíznak? Ugye jövőben akkor ezek szerint feltételezhetően nem lehet majd behozni a szennyvíziszapot. Mi lesz a helyzet azokkal a cégekkel, amelyeknek már most jelen pillanatban van engedélye erre? Tehát például a székesfehérvári agyagbányánál is ez a helyzet. Azt mondta Gulyás Gergely, hogy ezeket az engedélyeket is felülvizsgálják. Lát esélyt arra, hogy egy már működő vállalkozás, aki évek óta profitál abból, hogy behozza, esetleg majd rábírják arra, hogy megszüntesse a tevékenységet? Gyakorlatilag nem arról szól a dolog, hogy majd felül kell vizsgálni, itt azonnal meg le kell állítani. Én rá fogok kérdezni írásbeli kérdés formájában, hogy milyen gyorsan tervezi ezt megtenni a kormány. Megnézhetjük egy picit a túloldalát ennek a dolognak? Horvátországban és Szlovéniában nincs olyan hely, ahol a saját szennyvíz iszapjukat el tudnák helyezni, és minket néznek kukának? Tehát itt tulajdonképpen minden országnak azzal számolnia kell, hogyha valamilyen területen hulladékot termel, azzal a hulladékkal valamit kezdeni kell, de nyilván egyszerűbb dolog egy más országnak átadni a hulladékot, és vannak olyan kormányok, amelyek nem nézik a saját lakosainak az érdekét. Mennyi pénz forog ebben? Sok.
nyilván sok pénzről van szó, kevés pénzért nem érdemes ilyen területen kockáztatni. Nem tudunk milliókat, milliárdokat, tízmilliárdokat mondani. Hát itt azt tudjuk, hogy több száz millió forintot nyertek ezen az üzleten, amit Horvátországgal lebonyolítottak. Amikor Fritko mondta, hogy nézzük meg a másik oldalát, én azt hittem, hogy te már máshova fogsz elkanyarodni, akkor én most elkanyarodnék oda, hogy valóban van egy másik oldal is ennek a kérdésnek. Mégpedig az, hogy az NMP ugye tudatos határozat zöld pártként nem tud jól szerepelni. A Zavec Research legfrissebb felmérése szerint már a parlamentbe se jutnának be. Mit csinál rosszul itthon az NMP? Mert hogy egyébként Európában az EP választásokon 13 tagországnak a zöld pártjai 10% fölött szerepeltek, tehát nagyon prosperálnak. Az NMP meg szinte haldoklik. Az LMP úgy indult, hogy egy rendszerkritikus párt, és a zöld profilja nem volt erőteljes. Igazából az LMP zöld profilt legutóbb az európai parlamenti választások során vett fel, és akkor kezdett a klímaváltozással és ezekkel a kérdésekkel hangsúlyosan foglalkozni. Tehát de nem lett eredménye, nem jött be, nem értek ezek, az ezek egy picit hosszabb távú dolgok, és nyilván több oka van annak, hogy Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem a többi közép-kelet-európai országokban sem olyan sikeresek még a zöld pártok. Viszont azt látni kell, hogy a zöld politikának nincsen alternatívája. Tehát az eddigi politikák gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni a mai kihívásokkal. Igen, csak nyugaton úgy tűnik, hogy ezt már megértették a választópolgárok, és mondjuk a radikál és populista pártok helyett inkább a balliberális szavazók a zöld pártokhoz fordulnak, de ez itt nálunk nem történt meg. Most még nem, de várható, hogy ez meg fog történni. Nem a túl távoli jövőben. De gondoljunk arra, hogy Magyarországon például, vegyük egy közép-kelet-európai országnak, hogy az elmúlt 20 évben a környezettudatosságot azt teljesen lerombolták. Tehát még rosszabb lett, mint akár a rendszerváltás előtt. Tehát az iskolai oktatásból igazából hiányzik a környezetvédelmi oktatásnevelés. A fenntarthatósági ismereteket szintén nem kapják meg az iskolában, és a közvetlen hatás sokat most kezdik az emberek érzékelni. Most nézhetjük az emberek oldaláról, a választópolgárok oldaláról, mit éreztek meg és mit nem éreztek meg, de ha kétféle hírt látok, egy Horvátország nálunk teszi le a szennyvíz iszapját, tiltakozunk ellene, Szlovénia nálunk teszi le éves szennyvíz hozadékát, vagy szennyvíz iszap hozadékát, tiltakozunk ellene, 2 millió fecske hiányzik Magyarországról, miközben ellepnek minket a szúnyogok, mindenkit nagyon érint és érdekel, miközben a párt, amelyik ezt kellene, hogy képviselje, indít ilyen-olyan vizsgálatot a saját tagjai ellen, éppen az zár ki, tehát, hogy önmagában nem arról szól az LMP-nek a vezetése, hogy akkor most fecske, szennyvíziszap, ilyesmi, hanem kicárunk ki, kivel fogunk össze, Jobbikkal igen vagy nem, ebben a városban igen vagy nem, és ez a pártpolitika megöli ezt az ideológiát. Látják-e már a kiutat ebben a helyzetben, hogy belelavírozta magát. Én ezzel nem tudok vitatkozni, ez valóban így van. Ezért mondtam azt, hogy az LMP, mint zöld profilt nem olyan régen kezdte el felvenni következetesen. Hogyha az LMP nem lesz zöld párt, akkor az LMP biztos nem marad párt. Tehát akkor én biztos vagyok abban, hogy az LMP ki fog esni 2022-ben a parlamentben. De hogyha az LMP folytatja azt, amit elkezdett az európai parlamenti választásokon következetesen, akkor a környezeti ügyek, a problémák, az biztos, hogy az LMP-t, a zöld pártot fogják segíteni, és 2022-re Magyarországon is lesz egy sikeres zöld párt. Én ritkán hallottam még olyat, hogy az eddigi legsikertelenebb választásukra hivatkozott, mármint, hogy ezt kell folytatni? Nem. Tehát valóban 2,5%-ot kapott az LMP, de annak nem az volt az közvetlen oka, amit abban az európai parlamenti kampányban folytattunk. Tehát nem az volt a hiba? Az kevés volt. Tehát az az időszak, az a 2-3 hónap, amit az európai parlamenti kampányban zöld pártként folytatott az LMP, az kevés volt. Kevés volt ez az időszak, ezt jóval korábban kellett volna, és mondjuk nem a párt belügyeivel foglalkozni? Így igaz. Hát ez egy... Az önkormányzati választások után minimum visszatérünk erre. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, Kezét Csókolom, és köszönjük, hogy minket választott ma reggel.